A Mecsek autópálya növénymérnöki diszpécser arról számolt be, hogy egy gép az M6 autópálya oldalán lévő alagútrendszer felé halad a Pécs felé. A 165 kilométeres szakasz közelében. A Tolna megyei rendőrség székhelye szerint a járőrök azonnal megkezdték a jármű keresését. És sikerült megtalálni és megállítani a tiltott járművet az alagutak előtt, a gép vezetője elmondta. A rendőrségnek, hogy bajaból jött, és az autópályán veszített, mert rosszul indult a munkavégzéshez, visszafordult egy kijáraton. És úton volt a Pécshez. Amikor a zsaruk elkaptak, az akciót követően a rendőrség az oldalsó úton vette a gépet, és a törvény ellen cselekedett. Fontos tudni, hogy az autópályán és az autópályán, valamint a hozzájuk való hajtáson csak egy járművet, vagy egy járművet és pótkocsit, amely legalább 60 km/h sebességgel haladhat, és egy járművet és egy pótkocsit vezethet. Ezen az utakon más járművek tilos.